telefonvonal pedig Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltje. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Úgy döntöttek, hogy nem állnak be Gyurcsány Ferenc zászlaja alá, hanem önállóan indulnak a következő országgyűlési képviselőválasztásokon. Egyéni jelöltekkel, és külön listával, és miniszterelnök jelöltjével is, ugye az ön személyében. Miért döntöttek így? Miért nem álltak be a Gyurcsány vezette ellenzéki összefogásba? Mi a vonatkozó közleményünkben is úgy fogalmaztunk, hogy a tavalyi esztendő eredményeit, illetve az idei esztendő kihívásait összegezve döntöttünk emellett, és ez persze egy elég talányos megfogalmazás, de akkor élnék az alkalommal is egy pár szót mondanék erről. A tavalyi esztendő egyik hatalmas nagy eredménye volt a mi pártunk életében, hogy egyrészt meg tudtunk jelenni elég tisztességesen a nyilvánosság előtt, ezen felül elkészítettük először a programtéziseinket, majd később október végén közre is adtuk a 82 pontból álló programunkat, illetve már eleve, akkor még az összefogás javára gondoltuk, állítottunk miniszterelnököt, és megkezdtük az egyéni jelöltjeink, és szintén akkor még az előválasztásokra szánt egyéni jelöltjeinknek a beazonosítását. Ezek kétségtelen eredmények. Mi a programunkban egyébként azt mondtuk, hogy igen, szocializmust akarunk, nevén neveztük a gyereket, persze a mai kor szocializmusára gondolunk, mint amikor annak idején a kapitalizmus bevezette Magyarország, senki nem az ugandai kapitalizmusra, hanem egy modern kapitalizmusra gondolt. Hát az utóbbi állam ez szerte foszlott, és ezért mondjuk mi azt, hogy az a rendszer, amelyik fölélte a világ tartalékait, az nem folytatható tovább, és ezért hirdettük meg az Igen Szocializmus nevű programunkat. Ez szociáldemokráciát jelent valójában, vagy egy radikálisabb változatát a szociáldemokráciának? Hogyan lehet elhelyezni a eszme térképen? Én inkább a modernkor szocializmusát mondanám, hiszen azért a nagyvilágban mindenütt, Amerikában, Angliában, Németországban, Spanyolországban, Portugáliában egy reneszánszát éli a szocializmusnak a gondolat. Egyébként ez nem jelent többet, mint annyit, hogy mindenkinek legyen rendes fedél a feje fölött, mindenki elhessen rendesen, mindenki jusson tisztességes és hatékony orvosi ellátáshoz, és hát jó minőségű oktatáshoz. Ezek az alapok. Hát nem, ezt mondja mindenki tulajdonképpen, nem? Nem egészen. Mely politikai erő mondja ennek az ellenkezőjét, hogy ne lakjon jól mindenki, ne jusson ehhez, ne? Ugye? Így van, de ezen az alapon akkor nincs is különbség semmelyik politikai erő között Magyarországon. Mi azt mondjuk, hogy ha valaki ezt teszi a programjának az elejére, akkor az hihetően szocializmus felé lép, míg nem, ugye úgy láttuk, és ez is a tavalyi év eredményei és az idei év kihívásai közé tartozik, hogy az a hat pártban álló összefogás, ami tavalyi év végére konszolidálódott, a szociális kérdéseket nem tette bele az első 10 között. Tehát azért van érdemi különbség. Hát mert nyilván liberális vezetési összefogás, ilyen balliberális, amit ön egyébként kritizált az elmúlt években rendszeresen. Így is lehet mondani. Én annyit mondok csak, hogy mi letettük a garast, és tulajdonképpen igyekeztünk ezt valahogyan belevinni ebbe az ellenzéki közösbe. A mi politikai kínálatunk nem találkozott az ő keresletükkel, maradjunk ennyiben, és ekkor döntöttünk úgy, hogy ha ők egy zárt körben külön indulnak, akkor nekünk sincs nagyon más választásunk, mint mi is külön indulunk. Azon kisebb pártokkal, civil szervezetekkel összefogva, és ebből van számos, amelyek bizony hasonló célkitűzésben gondolkodnak. Kit képviselnek? Ugye az alkalmazottak képviseletét említette korábban mindig, amikor beszéltünk, meg egyéb interjúkban is. Mi úgy fogalmazunk, hogy a dolgozói osztályokat. Ebbe beleférnek azok a fiatalok, akik még nem dolgoznak, de dolgozni akarnak, és beleférnek természetesen azok a nyugdíjasok, akik ledolgoztak egy életet, és hát főképpen az aktív dolgozók, akikből azért 4,5 millió van ma Magyarországon, és lássuk be, azért a megélhetésük egyik dolgozói osztálynak sem fényes, ami hát ismeri, százezrek, milliók vannak abban a szituációban, hogy vacsora vagy villanyszámla. Na most hát ezen azért tényleg változtatni kell, ennél azért jóval többet állít elő az ország. Mi úgy látjuk, hogy az a gazdagság, ami egyeseknek a kezébe összpontosul, és egyre inkább, még a válság idején is a magyarországi gazdagok
fénysebességgel növelték a vagyonukat, ezt a folyamatot meg kell állítani. Mi ebben gondolkodunk. Hogy áll a támogatottság? Ugye egyéni jelölteket kell majd állítani, listát kell állítani, ez nem kis munka, és már is feltételez valami támogatottságot, hogyha azt mondják, hogy ez így lehetséges. Igen, ez is a tavalyi év eredményei közé tartozik, hiszen egyfelől volt egyetlen szituáció, amikor választási helyzetben tudtuk megmérettetni magunkat, ez az elhíresült szerencsi választás volt. Itt egy nagyon-nagyon nehéz csatában, egy nagyon-nagyon nehéz kis településekre bontott körzetben tudtunk elérni 2,23%-ot, ami főképpen egy újonc párt esetében azért egy elég tisztességes eredmény. Ezen felül pedig voltak különböző közvéleménykutatások, nagyon különböző közvéleménykutatások, és ezek is egyébként biztató eredményeket adtak. Úgy is mondhatnám, hogy most 2021. január elején valahol 1-2% közé tehető a jelenlegi országos támogatottságunk. Ezt szeretnénk mi fölhozni 5% fölé, hiszen az is az egyik célunk, hogy egy erős baloldali frakciót tudjunk alakítani a következő országgyűlésben. Tulajdonképpen teljesen új politikai erőnek gondolják magukat, vagy van valami történelmi örökség, amivel azért azonosulni tudnak, amit gyökereknek fognak fel? Hát inkább az új mellett tenném le a voksamat, hogyha már ez a választék, hogy régi vagy új, nyilván új, és ugyanakkor nem tagadjuk meg azt, hogy a szocializmus gondolataiban az elmúlt másfél-két évszázadban azért nagyon sok maradandó volt, például a szocializmus gondolata nélkül nem lenne a 8-órás munkaidő, nem lenne a általános választójog, nem lenne a nyugdíj, nem lenne a fizetett szabadság, tehát azért nagyon sok olyan vívmány van, amit a szocializmus zászlaja alatt ért el az emberiség, ezeket a hagyományokat értelemszerűen tovább szeretnénk fejleszteni, illetve egy csomó új elemmel is bővíteni, ilyen például az ember és természet közötti szolidaritásnak a teljesítése, ami ugye a zöld mozgalmak felé való kikacsintást is jelent. Tehát mindenféleképpen a mai kihívásoknak szeretnénk megfelelni, semmiféle ilyen régi összehasonlításokat nem nagyon kedvelünk, hiszen mi egy olyan világot akarunk fölépíteni, ami még nem volt, és vonzó lehet az emberek számára. Azért most tapasztalható egy mozgás a bal oldalon, vagy bal liberális oldalon. Keresték meg már önöket akár MSZP-ből, vagy DK-ból kilépett, vagy onnan elhúzódó politikusok, és egyáltalán fogadnák-e például őket? Tapasztalunk egyre növekvő érdeklődést, bár nem szűkíteném le ezekre a különböző pártokhoz korábban kötődő emberekre, politikusokra, társadalmi munkásokra a kört, hiszen nagyon sokan, főleg a fiatal, durván 30-40 éves korosztályt érzékeljük, főleg vidéki értelmiségi korosztályt érzékeljük, akik vonzódnak hozzánk, de valóban van ilyen jelenség is, hát legutóbb két héttel ezelőtt egy komplett valaha MSZP-s alapszervezet csatlakozott hozzánk Nyíradonyban, tehát ilyen azért ritkán fordul elő, hogy egy egész korábbi pártszervezet eljön hozzánk, vagy átjön hozzánk, de mindenütt kétségtelenül tapasztalunk egy komoly érdeklődés, növekedést, és nem csak a pártok, hanem, mint amit említettem, már a civil szervezetek világából is, és ez egy jó dolog. Köszönöm szépen Szalnyi Tibort, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltjét hallották. Jó reggelt, Magyarország!